Dr. Anna Stalin. Egy látogató. Nem probléma. Nem. Csupán szokatlan. Nagyon örülök, KD6/3.7-es detektív. Sajnálom. Sérült az immunrendszerem. Szabadon élek, de csak amíg üveg mögött vagyok. Ezért nem ment el a földről? Ezért. A szüleim zsebében ott volt az engedély, de én megbetegedtem. Így új életet kezdtem, én is. Beköltöztem a ketrecembe, amit megtöltöttek minden jóval, hogy örüljek. Csak társaságom nem lehetett. Addig sose voltam egyedül. Miben segíthetek? Egy nyomozás miatt kerestem meg. Ilyen izgalmas dologgal, mint egy nyomozás, nem fordultak hozzám. Nagyon rég. Nem zavarja, ha dolgozom, amíg beszél? Dehogy. Minden szavát hallani fogom. Azt mondják, maga a legjobb emlékkészítő. Igen, ez kedves tőlük. Szeretem a szülinapokat. Válasznak dolgozik. Vállalkozóként. A beszállítója vagyok. Felajánlott, hogy állást ad, de ennyi szabadság jár nekem. Mitől olyan jó maga? Mitől olyan valósághűek az emlékei? Tudja, minden műben ott van egy kicsi a művészből. Engem 8 évesen steril szobába zártak, így... Ha látni akartam a világot, el kellett képzelnem. Sokat használtam a képzeletem. Kellek válasznak ahhoz, hogy stabil termékei legyenek. Szerintem ez a minimum. A replikásoknak nehéz az életük. Azt végzik el, amit mi nem akarunk. A jövőjüket nem szépíthetem meg, de az emlékeik lehetnek szépek és kellemesek. Ez kedves. Több is, mint kedves. Ezek valósághűek, és az ilyen emlékek hozzásegítenek az igazi emberi reakciókhoz. Egyetért velem? Minden emlék kitalált, vagy használ igazi emlékeket is? Igazi emlékeket tilos használni, detektív. Hogy lehet felismerni őket? Maga felismeri az igaziakat? Sokan a részletgazdagságot nézik, pedig a memória nem úgy működik. Az érzéseinkkel emlékezünk. Minden, ami igazi, nagyon zavaros. Megmutathatom. Jöjjön le. Jól van. Gondoljon az emlékre, amit meg akar mutatni. Ne erőlködjön, csak idézze fel. Hagyja leperegni.
Ezt átérte valaki. Megtörtént. Tudom, hogy igazi. Tudom, hogy igazi.